Sziasztok, ez itt újra a Biárc. Sziasztok. Eltett már egy kis idő, mióta hazajöttünk New Yorkba. Igen. Viszont van egy utolsó rész, amire nem van időnk, hogy feldolgozzuk, amit New Yorkban töltöttünk, mert az utolsó nap még azért a repülés előtt. A repülés előtt. Igen, mivel hogy ugye este 9-kor indult a gépünk. Igen. És hát azt hiszem, hogy a 4 körül indultunk ki a reptérre. Igen, még hamarabb is, mint kellett volna. Vagy nem is tudom, majdnem 2 óra volt az két út kocsival. 2 óra volt az út kocsival, és ilyen, nem volt annyira messze a reptér. Nem, annyira nagyon volt. Igen. Izonyatos volt. Szóval, még előtte mászkáltam egy kicsit a városba, illetve mivel, hogy rohadt meleg lett. Igen. De valami rohadt meleg. Úgy gondoltuk, hogy kimegyünk a Central Parkba, mert ott van egy állatkert, és megnézzük, hogy ott mi újság van. Ugye körbenéztünk az állatkertbe, ahol láttunk tök sok aranyos állatot. Nagyon-nagyon sok volt. Hát eléggé. Ez egy kis állatkert, mert van még jó pár egyébként New Yorkban, de amúgy tök jó dolgok voltak, és még egy 4D-s moziban is voltunk ott, ott az állatkerten belül. De az ilyen jégkorszakos, matkányos volt. De így fújták a havat. Annyira jó volt, meg így a hátunkat bizgerálták, meg minden jó volt. Durva jó. Volt. Nem, mert bejött úgy, hogy szoptatott közben. Na, azon beszartunk, igen. Kis csendsemmőben ver, és így... Kész. Így ennyi. Hát ez a szokás. Amerika. Az. Na jó. Ez itt az állatkert? Aha. Ez az állatkert. Megpróbálok bemenni az állatkertbe. Ez a... Mindjárt megyünk el programunk, mert a Topotverakra, a Rockefeller Center legfelső részén nem tudtunk felmenni, mert akkora sor volt erre nagy melegre, mint a kurva élet. Ja. Úgyhogy... Most a kisütött a nap. Most pedig olyan verőfényes napsütés van, hogy beszarás és iszonyú jó idő, természetesen az utolsó napon, amikor itt vagyunk. Ja. Hú, amúgy állat. Na mindegy, kíváncsi vagyok erre az állatkertre. Ha valaki megkérdezné, miért GoPro-val videózunk, azt mondták, hogy utározni fogják itt a trópusi páratartalmat, úgyhogy nem mertünk igazi kamerát behozni. Ja. Oké, Tropic Zone is on, meglátjuk mennyire lesz meleg. Elég párás az ablak. Kurva meleg van itt. Nagyon. Itt tényleg klimatizáció van. Azt a kurva, itt repkednek a madarak, bazdmeg szabadon. Kacsa! Épp szar. Mocskos meleg van. Hál' Istennek a tafnék tart. Mi fasz van itt? Azt a kurva! Ezek tenyevérek bassza meg. He said this crocodile, somebody had it in the bathtub. Kígyó. Humbagy boa. Szalmi álcáz. Ó, bassz, meg van. Igen. Megvan a boa, basszeg. Ott a boa. Ez a tropikárium, ez nagyon durva, nem tudom mennyi lehet a páratartalom itt, de kurva sok. Köcsögök. Itt vannak a mongúzok, bazz. Nagyon sok baszki. Mongúzis. Élvezik a meleg homokot. És ott jön Jackson, a különcködő. Az kaka mongúz, hagyjad! Ne nyúlj a kakához, ne! Egyre melegebb van, nagyon meleg van. Valami volt a majmokkal. Remélem nem most akarnak kitörni abból az üvegből és meghódítani a világot. És csak a szabadság szabad lábát meghagyni. Hú! Na kimegyünk a kevésbé párás részre. Végre. Legyen mínusz 10 fok, legyen mínusz 10 fok. Hát... Ez a légkamera. Jó, akkor nézzük meg ezt a fekete hot hue-t. Black Swan. The Black Swan. Haha, yeah. Most akkor meglátjuk a víz közepén Natalie Portman-t, ahogy csipkeri a szárnya alatt a tollat. Semmi gond. Itt van Mr. Kacsa, és ott van a fekete hot hue. Oda néz. Azt meg négy teknő sorba, bazdmeg. Oda néz, hogy nyomja a hot hue. Hát beszarás. Van egy kis izéje. És nézd! Ott a ki, és ott van. Ott kenni Mr. Fészek. Ez a kistéki iszöldelegő. Ajjaj, megörülök! Megvan! Vörös panda. Azt hittem, mit felsz, Tomi, amúgy? Ebből is látszik, hogy mennyire műveletlen vagyok. Vagy hogy mondják ezt? Informálatlan? Tanulatlan? Azt nem mondanám. Persze ugye, jó, oké, műveletlen vagyok akkor, hogyha vörös panda a hortabágyan őshonos. Balra vagy jobbra?
Balra. Itt lesz. Snow Leopard Exhibit? Igen, ezt akartam mondani. It's on! Most éppen Snow Leopard fiúskodik. Lehet, hogy most nem kellene zavarni, de hát ez van. Úristen, a kacsa az igazi bossa, de nézd. Á, meghallotta. Nyomd tovább, gyerünk, gyerünk, ez az pereg, azt a kurva, hogy nyomja, nézd rá. Ez az, adjad neki! Mi ez a hang? Valakik adják ezt a hangot, de nem tudom, akik. Mi ad ilyen hangot, Kian? Nem tudom, de olyan, mint a valami mentő lenne. Mi az ist? Lehet, hogy az. Ez nem. Ilyen homár hangja csak Franciaországban a mentőautóknak. Hol a mentő? Ó, megvan. Ott nyomja. Júj, tényleg. Ott nyomja, csak alszik a kurva életben, mert rohadt melegben. De mi mindig nem tudjuk, hogy mi adja ki a légvédelmi riasztó hangot. Tuti egyébként, hogy egy hüvelykúj méretű madár. Vagy valami hasonló. Úgy nyomom, mint a kis kínaiak amúgy most. Yeah. Tehát itt kenem ezzel a GoPro-val, közben meg fotózok a jobb kezemmel. Yeah. Egy két éves gyerek hiányzik a hónomával. És akkor pont életszerű lenne. Úgyhogy rengetegen vannak, biztos a jó idő miatt. Úristen, de kurva, hogy ott van! Ott egy másik. Jönnek mit a kettő. Hogy kell, oda nézz a részt! Nyomdám én is a víz alatt, mint az állat. Olyan meleg van. Kura meleg van. 10 percről fel kell jönni, mert 10 percig bírják. Lőd meg a csukon a szemem, megőrülök, bazzeg! Na srácok, volt Tropical City, ez most a Polar City, reméljük, hogy itt most kurva hideg van. Hát kint a... Büdös pingvin szag van, ami nem büdös, tök jó. Szóval, ezek a Madagaszkár pingvinjei, mert ez a New York-i állatkert. Beszarás. Próbálok rájönni, hogy az mit csinál ott fent. Annyira aranyos, nézi az eget, és hát a falat, és próbál így csapkodni a szárnyával. Tehát mindig van a pingvinek között egyet, ki azt hiszi, hogy tud repülni. Ott van a pufina, hogy úszik, hát ilyen nincsen, bassza! Jaj, ott nyomja! Alig mozgatja a lábát! Wow! Biztos megmutatja magát, figyelj, ki fog jönni. Szóval ez volt végül is a lezárása. Igen. Az egész New York-i utazásunknak. Még egyszer nagyon szépen köszönjük az Észak-Magyarországnak, hogy gyakorlatilag adtak lehetőséget nekünk arra, hogy ne csak a sajtórendezvényre menjünk el, amire külön köszönjük a meghívást, hanem még eltöltsünk jó pár napot az ő kezeik között New Yorkban. Köszönjük szépen Tominak a mindent. A mindent. Tényleg a mindent. Nagyon szépen köszönjük, Tomi. Kurva jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, és reméljük, hogy nektek is tetszett, és megpróbáltunk titeket minél több helyre elvinni magunkkal. Illetve amikor olyan helyen jártunk, próbáltunk információkat átadni arról, hogy hol jártunk, és a többi, hogy legyen egy picit érdekesebb nektek is, stb. Szóval, hogy tetszett nektek, akkor nyomtok egy lájkot erre a vlogra, vlog lezárásra, erre a New York vlogra, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. És hát legközelebb találkozunk majd egy újabb utazós vlogban, legalábbis ebben a szekcióban. Ott is. Az is jó lesz. Szevasztok! Sziasztok! Bitch, I wanna party like Crisco.